Leszakadt a jobb oldali átterez teljes egészébe. A falut letaroló hatalmas esőzés utáni károkat mutatta Kismányok polgármestere még 2014 nyarán. A vihar akkor úgy megduzzasztotta a településen keresztül folyó völcségpatakot, hogy a meder mellett egy helyen beszakadt a beton, 8 millió forint volt a kár. Betonmederben csordogál a patakvíz a Kismányokon, ezek a felvételek kedden készültek. Ekkor adták át a teljesen helyreállított medret. Betonelemekkel rakták ki a szakemberek a 21 millió forintból elkészült vízelvezető rendszer oldalfalait. Több szempontból is nagyon fontos volt ez a falunak ez a beruházás, hiszen évekre visszamenőleg szinte egy nagyobb esőzésnél, felhőszakadásnál, mint a múlt héten volt mondjuk pénteken este, ugye nálunk itt hirtelen leszakadt az ég. Ilyenkor az embernek rohanni kellett a faluba, hogy vajon most mi történt. Ez nagyon veszélyes szakasz volt itt, ahol most állunk, ugye az előttem ugye ez a Kossuth utcai árok, mert az áteresznél ugye ott csapódott le a víz, ugye a két árok ott folyt össze, ott szinte majdnem minden alkalommal az úttest felőli oldala beszakadt ennek az útároknak, az árok széle, és hát ugye attól kellett félni sok esetben, hogy netántán ugye egy autóbusz közlekedik, az autóbusz megsüllyed, netántán leszakad alatta az úttest, akkor mit csinálunk. Tehát ez óriási jelentőség itt a falu életében, én azt gondolom, és hát én nagyon remélem, hogy a biztonságunkat szolgálja. Hát már egy darabig kiállta a próbát, hiszen ugye két hete van ez az esős idő, ugye pénteken este volt nálunk egy felhőszakadás, és hát uram, bocsa, meg lehet nézni. Egyetlen egy patka nincs leszakadva, nem kell attól félni, hogy megsüllyed valahol az úttest. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy jelentőségű beruházás. A fejlesztés a megyei önkormányzat által koordinált TOP programon keresztül valósult meg. Ebben a programban 27,5 milliárd forint jut Tolna megye településeinek. A fejlesztések közül többet a következő hetekben adnak át. Örömmel jelenthetem, hogy zajlik a TOP program, és egyre több pénznek megvan a gazdája. A 25,6 vagy 26,5 milliárd forintból már nagyjából 95%-ba kipályázták a települések, tehát megvannak a nyertesek, ez azt jelenti. És hát ilyen beruházások várhatók, és egyre több, úgyhogy már, hogy ilyen bugyután fogalmazok, jó végén állunk már a dolognak, mert adjuk át a létesítményeket, adjuk át a fejlesztéseket, és én azt gondolom, hogy ez a megye céljait nagy mértékben fogja segíteni, de nem az a lényeg, hanem az, hogy a megyében élő embereknek a jövőjét segíteni fogja, munkahelyeket teremt, otthonosabbá teszi a településeket, élhetőbbé teszi őket, szóval jobb lesz Tolna megyében élni. Kismányokon a következő időszakban még egy fontos fejlesztés ér a végéhez, az egyik utca burkolását is hamarosan befejezik.